zene és munkazaj keveredik a kismányoki székelyporta udvarán. A hagyományos néprajzi tábor résztvevői dolgoznak, alkotnak és közben átörökítik a hagyományos értékeket a szép számmal jelenlévő gyerekeknek. Idén a vírusjárvány felborította az eredeti koncepciót, így a három különböző tábort egy rendezvénybe sűrítették a székelyek. Az idén a 31. alkalommal mégis egy ilyen összevont tábort sikerült összehozni. Ugye ez azt jelenti, hogy egy művésztábort is szeretünk volna, ugye Mézsi Szabó István tiszteletére, illetve emlékére. És így tulajdonképpen ezzel bővült ki az egész tábori életünk, hogy ugye nem csak a faragás, ugye, ami kimondottan. Tehát igyekszünk mindenhol ugye a bukovinai dolgokat belevinni. Feladat van bőven, hiszen augusztus 20-ára el kell készülni annak a székelykapunak, mely Bonyhádon kerül majd felállításra, és a tábor ideje alatt rekonstruálják azt a kocsit is, mely Kakasdon jelzi majd a népcsoport jelenlétét. Emellett idén is a legfontosabb feladat a gyerekek érzékenyítése. Töröm számomra valóban, hogy fiatalok jöttek, ugye különösen ugye van négy állami gondozott is, aki számomra nagy öröm, hogy itt lehetnek, és itt vannak, és vállalták, és nagyon dolgoznak. Úgyhogy hát jöttek Érdről, ugye egy család jött, ahogy akkor Kakasdóli család, akkor Molnár család jött Bátaszékről, többek között. Tehát így elég sok helyről, közel 9 településről jöttek résztvevők. Illés Tibor azt mondja, ha mindannak, amit itt tanulnak, nincs családon belül értéke, akkor ez nem más, csak egy jó buli. Ezért fontos, hogy a gyerekek lássák szüleiket alkotás közben, mert így lehet értékszemléletet formálni hatékonyan.